Tudjátok, hogy ez nem igaz. Szóval sziasztok, jó estét kívánunk mindenkinek. Ez itt a... Megint azért késtünk, mert megint beszélgettünk, mert... Az a három, az beszél egymással, mert sztárgyúveliznek. Nem. Kaciról nem tudunk semmit. Miért? Mert Hunter kis cicáit nézegettük. Az meg a másik, igen, az is benne volt. De a... Én se érkeztem időben, de meg... amúgy... De! Azt mondtad, hétre jó, jössz. Éppen időre itt voltál egyébként. Jó, én halk vagyok. Vagy én hangos vagyok, Viktor halk. Jó, hát akkor nyomok a mikrofonon fel. Akkor viszont visszavesznek egy kicsit. Mindenki dicsérje meg Vikinek a bögréjét, különben addig nem megyünk tovább. Ki mondta, hogy amúgy tovább mehetünk? Kár, hogy szóltunk neki, hogy ne tükrözze meg a kamerát, mert... Ja, itt sokkal viccesebb lett volna. Ja, én meg nem kapcsoltam fel a lámpát, nyitva hagytam az ablakot. Tényleg, ez egy ablak. Abszolút készen állunk. Viszont nem lóg a slitzen. Bocsánat, még 3,5 kekszem van. Valami? Úgy néz ki, mint egy bögre, állapította meg Vittó. Az van egyébként, hogy ennek a Vittó gyereknek semmi nem kerül el a figyelmén. Nem, semmi. Készségei határtalanok. Én ezért tartom. Az egy kill. Minden elismerésem. Nagyon hasznos. Lehet, hogy adni kéne neki adminjogat. Hát ha ennyire. Szóval, hogy vagytok, srácok? Jót beszélgettünk. Akkor... Nagyon izgatottan várjuk a 27. epizódot. Igen. Ez már a 27. Ja. Jaj, tudjátok, most, mit csináltam? Nézzétek, jaj, ezt nem most lehet, hogy jó oldalt nyitottam meg. Ha pornó van rajta, akkor nem. Vagy és az de, nem jó? De, hogy... csak hogy... De hogy nem mostanra mára. Bármint... Még mára is. Érted? Tehát, hogy Viki... saját felületedre gyárzd ezt a kontent. Finoman szeretnénk jelezni, hogy a maszturbációt kérlek 9 óra 2 perckor kezd majd el. Nem akarod azokat a nézőket, mi? Van más fajta. Nem éri meg a statisztika. Twitch-en vagyunk végül is. 40k csati pont? Sajnálom, Szeti. A Szeti Special-t azt nem viszem lejjebb. Mert így is obuzáljánk. Mi a Szeti Special? A szar viccet akarok írni a chatre, és rá akarom kényszeríteni Dávidot, hogy felolvassa. Sajnos nincs, csak 20 000 van. Hogy tudok adni Szetinek? Nem tudsz adni Szetinek. Van 50,2. Hunter. Kiválthatnál akkor Szetinek egy... De közben meg azon, hogy valakit kiváltott neki, ez az egyik. A másik meg, hogy az ég egyet a világon nem akarjuk ám, hogy ő viccet meséljen. Nem, egyáltalán nem. Úgyhogy az, aki kiváltotta... Még egy. Ez már 2. Az van amúgy, hogy véletlenül sem akarok semmi ilyesmit elindítani, de hogy az utolsó Minecraft streamben a community kiváltott Szetinek összesen 14 darab belebeszélnéket, darabonként 10 000 csatornapontért, és hogy Szeti nem is akart ennyi mindent mondani. Miért néztek 3 streamet? Forró. Csak halkan megjegyzem, hogy ezek nem átruházhatóak. Dehogy nem. Nem, hogy jegyezheted meg a harmadik után, hogy nem átruházhatóak. Nem csak Szeti válthatja ki a Szeti Special. Nem, de nem átruházható maga a vicc. Tehát, hogy annak kell írnia. És még az enyém diktatúra. A tiéd effektív diktatúra. Az enyém az, demokrácia, igen, az teljesen neve, más. Hogy szeretném megosztani veletek a legszarabb viccemet, köszi. De hogyha valaki elmondja Szeti, hogyha valakinek elmondja Szeti azt a viccet, akkor az a valaki megoszthatja. Hát tőlem, hogyha Pant ennyit ér nekik, akkor... Viva la revolution! Csak olyan magyarosan. Magyarosan? Is van. Ja. Mindjárt visszajön a DM-ünk.
Bocsánat, csak megnyitom az ajtómat, mert üvöltenek a papagáj. Ó, oh, tényleg? Beraktad hozzá a macskát? Bocsánat, mielőtt elkezdünk itt játszani. Itt iszonyat köszöngetés zajlik, hogy Patriknak nagyon köszönöm a 15. hónapot, M. Lord Zolnak nagyon köszönöm az 1 évet, Jézus Úristen, Lexinek nagyon köszönöm a 7 hónapot, az azt hiszem 2 év. Lord Zol, nagyon szépen köszönöm, hogy Kuszukinak ajándékoztál egy szabot, és Pingvin Harcosnak köszönöm szépen a hostot. Micsoda? Oh, yeah, 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 that's me. I did that. Köszi szépen. Mind az 1 viewered átjött. Azt te vagy. Aki egyébként előtte papit nézte, úgyhogy valószínűleg egyszer csak így hold up, wait a minute, mi ez? Viktor, te voltál, az ugye tudod? Igen, tudom. Jó. Mi? Nem. Igen? Nem. Hát én bezártam. Mert, hogy... Hát de közben nyitva lehetett. Ah. A izéből nézi? A stream menedzserből? Mert onnan állítottam át. Ezt nem tudom, látod. Nálam is te vagy behostolva, ez a content a csatornán. Kéretem egy ilyen. Kacinál, 100 subnál lesz hot tube stream. Az az első streamjének a 10. percében fog összejönni. Akkor még nem lehet majd szabolni. Igen. Ó, nem már. Akkor soha nem jutunk el odáig. Soha. Most nem csak egyet kell streamelned. Nem, ez csókos, rá fog írni a Twitch-re, hogy... Dehogy fogok. George Twitch, ne haragudjál, de nagyon kéne a partnerség. Most. Jó, de értetted, hogy... Rendelünk majd. Valaki azt kívánja. Akartunk mit csinálni itt valami mást, amúgy. Én megkérdeztem, hogy vagytok, azt mondtátok. Úgyhogy gondoltam, senki nem akar beszélgetni, úgyhogy Hunter, kérlek szépen, vezest fel, hogy mi ez. Én nagyon izgatott vagyok az új stúdióm miatt. Nincs is új stúdió. Ez az egy Kaci új stúdiójával kapcsolatban, én is nagyon izgatott vagyok. Ezzel kapcsolatban egyébként én is. Én is izgatott vagyok, és alig várom. Majd akkor, majd hogyha megvan, akkor üljünk, jó? Tudod mit? Csináljunk, hogy milyen, amikor Katia tervez dolgokat. Csináljunk egy prediction, hogy... stúdiója hamarabb lesz, mint streamje. Az egészen biztos. De vajon Beyond Good and Evil... Beyond Good and Evil előbb lesz-e, mint Kacinak streamje? Vagy GTA 6. Éleményes. Diablo 4. Na! Nem telefonom. Beelőzöd-e a Diablo 4-et? Úristen, hogy is volt Kacival, mire fogadtatok, hogy te készülsz el hamarabb a diplomáddal, vagy a 4-es metró? Aha. Ennek hány éve? Pár. Viktor végül is hamarabb csinált egy gyereket a semmiből, mint hogy én fellőttem egy streamet, úgyhogy... Igen. De nem, fellőttél vagy 3 streamet, és aztán azt mondtad, hogy de hát ezt nem is nézik ezren. Kettőt is, az egyik véletlen volt. Véletlenül. Megcsinált a cash money-t, azt lelépett. Persze. Ja, az úgy működik. Valaki összefoglalna, hogy milyen retket csinálunk ebben a lyukban, mert részletekre emlékszem csak. Én vagyok a Kerry, én csak ennyit tudok. Én is. Nem, engem ez sért egyébként. Mielőtt karakterbe már váltok. Engem az sért, hogy őt hívjuk Kerry-nek, mindegy. Amikor csak Kerry-zi a meccseket. Hogy kell prediktelni? Hogy lehet? Hát hogy lehet? Csinál. Csak most nem lesz prediction. Predict with custom amount. Oh. Én a Diablo 4. Most Kaci, nem. Tehát most Diablo 4 megjelenésig így lokkoltuk a prediction-eket ezen a csatornán. Ja, várj. Akkor csak 300-at tettem fel rá. Vagy csak megelőleg ezt a kis Diablo 4-re rakunk, az jó van. Szóval... Wuf, nagyon köszönöm a 14 hónapot, nagyon drága vagy. Bocsánat. Semmi probléma. Ott tartottunk a legutóbbi alkalommal, hogy a party egy kisebb utazás után megérkezett a pokolba,
és a pokolba rántott El Turel városába, ahol 400 madárka várta. Káoszt, hullát és vért találtak mindenütt. A túlélők a Great Hall felé, vagy a High Hall felé terelték őket, mondván, hogy Ulder Ravengard, a Baldur's Gate-i Flaming Fist eltűnt vezetője, itt szervezte össze az ellenállást a városnak, és a felsőbb szinteket átnézve nem találtatok semmit, ugyanakkor találtatok odalent egy dungeont, ahol megtaláltátok egy híres hölgynek a hulláját és sírját, és innen indulunk tovább. Rajta hagytuk a rózsát. Ennek a teteje az a nagy templom. És rajta hagytátok a rózsát. Ah, igen. Okay. És csak a bál rózsát. Ja, random. A bál rózsát. Igen, a druida, akit megtaláltatok az emeleten. Yeah. Szóval, kérdezem a partit, hogy merre szeretne haladni ebben a kőből kivált kazamatában, ahol sötétség van. Délnek. És vérszag. Miért van délnek? Le van pauzolva, addig nem tudok menni. Bocsánat. Én pedig rángatnám már én is a figurát össze-vissza. Bocsánatot kívánok. Kitilteljem a... Én szeretnék lemenni a lépcsőkön, srácok. Ti nem akartok lemenni a lépcsőkön? Én onnan jöttünk. Ez nem az a lépcső. Mi? Onnan jöttünk. Nem akarok lemenni a lépcsőkön. Nagyon jó. Hát akkor délnek. Délnek. Rendben, egy fél pillanatot kívánok a jegyzeteim. Na, miért ilyen lassú ez ma? Szóval, ahogy elindultok lefelé a tárnákban, Kaci milyen csevesen nem jön utánunk. Szóval, amit láttok magatok előtt, egy több irányba nyíló csarnok, ami, hogyha egyenesen előre néztek, és láttok a sötétben, mert hogy minden sötét ide lent. Látok. Én is. A levegő visszatartása számít? Nem, de te bármit be tudsz világítóan festeni, szóval. Fest be magad. Egy rakat hullát láttok a veletek szembeni teremben. Így feltorgyozva egymás hátán, igen. Szeretném befesteni Pörrit. Hogy mit szeretnél? Hogy rózsaszínen világítson Pörri. Oké. Nézd, ezzel aztán jól lehet a sötétben. Hozzáérsz páncéljához. Rejtőzködés -100. Rózsaszínen kezd világítani, és bevilágítja a rózsaszín fényével a két lépcsősort, ami mellette van, és a rakat hullát, amik itt fellettek sorakoztatva ebben a kis teremben. Én odalépek Viktor mellé, és megkérdezem, hogy beszíneznie valami nagyon menő színre a botomnak a végét. Mármint... A végét. Nagyon fontos. Csak a Mr. Mesélő beszínezhetem a botja végét? Hát egyszerre egy dologra tudsz lightot kasztolni, szóval... Ez nem megy sajnos. De, nyugodtan színezd be a botját. Nem, köszönöm, sajnos nem megy. De amint lejár az egy óra, addig nem veszek levegőt, és utána átszínezem oda. Egyébként az a helyzet, a hely, ahol vagytok, az alapvetően egy szent terület a Hellridereknek. És fest össze itt a dolgokat! Ez egy szent hely. Alapvetően elég jelentős mennyiségű tudása van azzal kapcsolatban, hogy mi történik, úgyhogy azt mondom, hogy felolvasok olyan dolgokat is, amiket nem kéne feltétlenül első látásra tudnotok, mert Krasz itt van, és tudja ezeket a dolgokat. Én vagyok a Kerry. Jó, akkor megtennéd, hogy elmeséled, Krasz. Szóval csak küld át neki Facebookon, az jó volt. Krasz, megtennéd, hogy elmeséled? Nem, hát Hunter, hát tudja, hát ő a Kerry.
A karaktere tudja, Kaci nem tudja. Ahogy beértek ebbe a terembe, Krasz elmeséli nektek, hogy itt az eltureli papokat és szent embereket helyezik általában végső nyugalomra, és ebben az előttetek lévő csarnokban, ahol hullák sorakoznak, azokat a testeket tartották, akik előkészítésre vártak. A szokásosnál több hulla van, és eléggé hát, több sebből véreznek, mint kellene egy idekerülő hullának, de hogy ez a terem eredetileg erre szolgált. Én ide nem akarok bemenni. Menjünk be szerintem. Nézzünk körül. Hova? Ott valami lépcső is vezet fölfelé. Ja, de ez egy ilyen félszoba, érted? A kisebb termekbe is felmentek? Okay. Én felmentem a jobb oldaliban. A jobb oldali egy mauzóleum, ahol papok és harcosok sírjai vannak. Ezen kívül túl sok extrát nem találsz. Én? Ugyanaz a túlsó oldalon is. Ja. Tehát találtunk egy termet tele hullával. Fun times. Én nem akarok oda bemenni továbbra sem. Én körbenézzek, vagy menjünk innen. Jó, hát mi most ki akarod őket lutolni? Ne szaladj be idegből sehová. Micsoda? Ne szaladj be idegből sehová, én csak ennyit kérek. Nem tőlem, gondolom. Sose tennék ilyen. Megvizsgálnám, hogy van-e itt valami érdekes a hullákon ki. Dobj egy perception checket. Tizenegy. A hullákon kívül túl sokat nem látsz, de az feltűnik, hogy van itt kettő hulla, amiken nagyon-nagyon-nagyon mély fognyomok vannak, és az egyiknek meg van égve a bal karja. Sárkányok! Más nagyon nem találsz. Ez a pokol. Sárkányok? Szerintem itt egész hosszú lista van, amitől meg tud égni a karja. És nem sárkány. Például a bármi? Oké, szerintem menjünk innen. Valami nagy állat lehetett itten. És nem kell nekünk tovább Mondjuk maradni. Azok a kutyák, farkasok, amiket az ajtóban nagyon vertünk? Azok a pókok, amiket, rákok, amiket beljebb agyon vertünk? Egész hosszú lista van erre is. Nem tudom, de hogyha nem is azok, nem akarom megtudni, hogy mik. Jó, hát egy nat 20-szal nem tudtam megszeridíteni, úgyhogy ott bajok lesznek. Én szeretnék erre elnézni. Ti nem szeretnétek erre elnézni? De. Megyek utánad. Én nem akarok lemenni oda már. Viki, Bobby így megállt középen, és ő így rohan. Ennyi. Hogy haladtok beljebb. Tervezte ezt a folyosót? Miért van beljebb egy törés? Beljebb azért, beljebb hogy ne lásd. A vérnyomok és a vérszag az egy kicsit enyhül, ahogy itt mentek hátrébb ebben a kazamatában. Ahogy haladtok előre, a kis csarnok, ami jön legközelebb veletek szembe, balról, ott ismét hullák vannak felsorakozva, és egy hasonló terem elrendezést találtok, mint előrébb. A lépcső valószínűleg itt is egy mauzóleumhoz vezet felfelé. Te Krasz! Lennének a haverjaid annyira lelkesek, hogy miután leszálltak a pokolba, megpróbáljanak mindenkit megfelelő készíteni a temetésükre? Nem gondolom, nem. Nem tudom, hogy ezzel az infóval mit tudok tovább lépni, úgyhogy let's move. Hogy haladsz előre, Bubé, egy nagy csarnokban találod magad, egy nagyobb térben, ahol sírok sorakoznak a veled szembe lévő falnál. Három sír sorakozik. Pödi, félek. Semmi baj.
Simogasd meg a kis kutyádat, és jobb lesz. Ahogy belejebb léptek, Krazz el tudja mondani nektek, hogy ez a terem, ez a legmagasabbak temploma, ahol a 12 legbefolyásosabb személyét elturálnak helyezték végső nyugalomra. És ezzel úgy döntöttek, hogy már nem lesz soha a legbefolyásosabb Bobby, személy? Figyelj, Bobby! Ez a legmagasabbak temploma, ahol a 12 legbefolyásosabb személyt helyezték végső nyugalomra. Csak hogy tudd, te is. De miért a föld alatt? Mert ez nem a föld alatt van. Temetkezéssel ez így szokás. Jaj, ti meg a kőépítményeitek. Van egy jó hírem, srácok. Középen a nagy teremben nincs egy hatalmas szörny. Nincs. Alapvetően, ahogy így szétnéztek, azt látjátok, hogy itt valószínűleg egy ideje nem járt senki. A sírok érintetlenek. Se vér, se semmi felfordulás nincs itt. És na, felnézzünk a helyekre. De hogy ilyen izék sincsenek? Tehát nincs ilyen, nem tudom, hogy így nyoma annak, hogy itt így emberek próbálták meghúzni magukat, a túlélők, vagy értetted, hogy így konkrétan... Dobhatsz egy investigation check-et. Én meginvestigálnám, hogy voltak-e itt mondom a mostanában emberek. Okay. Részemről nem. De várjál, mindjárt hozzáadom a módosítómat. Okay. 4. Sötét is van meg. Nem nagyon is. Uta is vagy. Ezekben a fajta komplexumokban látsz elhúzódó nyomokat, de hogy az egy hetes, vagy egy éves, azt ki tudja. Látszok, ez egy terem. Szortok nagy. Nem egy dzsungelben lesz. Azon gondolkozom egyébként, ha valaha találok ehhez a retek honlaphoz egy nyomát annak az interneten, hogy van cheat, amivel a játékos egy kockáit lejjebb lehet nyomni, gyanakodni fogok. Akkor én is, mert az én gépemen fut a szerve. Rád fogok gyanakodni, igen. Egyébként ennek a nagy teremnek a kis szélső szobái, azok hasonló mauzóleumok, amikkel korábban már találkoztatok. Ez itt, ahol én állok, ez itt valami? Nem sem külön. Na, tudom, akkor felnézzünk a kis sikakba. Reméltem, hogy nem egy kar, mert Viktor már meghúzta volna. Ezek mik ezek is ilyen pici mauzóleumok? Igen. És mondanom kell, hogy melyikben nézek be, vagy mondhatom, hogy mindegyikbe benézek? Már hogy a sírokba? Nem. Oké. Miért akarod megnézni a sírokat? Én közben tovább kalandoztam. Hát nem kinyitni akarom a sírokat. Na, várjatok egy picit. Ha nem, akkor mit szeretnél csinálni? Hát csak, hogy... megnézni, hogy ezeken a helyeken is ugyanúgy nincsen semmi. Picit, mert nagyon üvölt a kutya, és nem tudom, hogy üvölt? Mi nem hallunk semmit. Mire gondol az alatt, hogy üvölt? Én szinte alig hallom a madaraktal. Az van, hogy ül Hunter egy állatkert közepén, és így egyszer csak, hogy a kutya valamiért fura. A kutya? Bocsánat, egy fél órája így sétálgat a kapu előtt valami kutya, aztán azzal nem ért egyet. Na. Fogadjátok örökbe. Szóval csak azt akarom megnézni, hogy itt sincs sehol semmi. Nincsenek hullák. Csak sírok. Semmi különös. Jó, akkor belesnék egy sírba, hogy a sírokban van-e valami. Ne sírj, Hunter. A sírok tetején kövekből ki van, egyeseknél ki van vésve egy lovag testalkata, másoknál köpenyes varázslóké. Miért szeretnél felnyitni? Még egyszer? Nem varázslósat, lovagosat? Oké. Okay. Aha. Nagyon megyek Pörri mellé, hogy meggyógyítsam, ha megég a karja. Melyik lyukban vagy? Jobb alsóban. Az egyik lovag fedelét itt felnyitod, kicsit odébb tolod.
Így első ránézésre nagyon régi testről beszélünk, már semmi nem maradt a csontjából. A páncél felszerelése darabjai megvannak még, de így nagyjából ennyi. Első ránézésre semmi különös. Nagyon régi. Krasz, ezeket fel szabad nyitni? Hát, most már mindegy. De hogy itt a leghatalmasabbak vannak eltöltve. Oké, csak kíváncsi voltam rá, hogy tényleg itt vannak a holtesteik. Mert hogy ideértünk, ez az egész kócerágy tele volt hullákkal, kivéve ezt a termet. Kíváncsi voltam, hogy a sírokból is eltűntek-e a hullák. Biztosra mehetünk, persze. Én azért nem bánnám, ha nem szentségtelenítenénk meg. Ne, visszacsukom. Én nem szeretném, hogyha több sírt kinyitnánk. És így odabújok a farkasom mellé, és továbbra is nagyon kényelmetlenül érzem magam attól, hogy a föld alatt vagyunk. Okay. Oh, találtam egy zsák utcát a térképen. Hogy haladtok éjszak felé, és Ugvé vezeti a menetet, arrafelé látod, Ugvé, hogy mintha véres lenne a padló, és csámcsogás hangját hallod, ahogy haladtok. Rácok! Itt valami csámcsog! Közben engedjük hozzá. Előre, Kraszt! Ne félj, Kraszt, megyek én! De majd fedezz! Ha! Nem itt van! Az a szoba, ahol most belestél, hasonlóan egy mauzóleum. Bocsi, rossz az irány, nem innen hallottam a csámcsogást! Vezetem tovább az utat, gyertek, megkeresd... Hó, ott van a gólem! Várjatok egy pillanat. Jesus! Szeretnék megkérni a partit ezen a ponton, hogy dobjatok egy stealth checket nekem. Nekem is kell, rózsaszínen világítok. Ja, nem kell igazából. Mennyi a stealth modifier-e mindenkinek? 7. Egy pillanat, még sose kellett használnom ezt a statot, úgyhogy most megkeresem. Plusz 7, de rózsaszínen világítok. Okay. Az lehet, hogy nem segít. Igen. Egy kövér plusz 0, survivalből nem lehetne megoldani? Oké. A survivalom nekem is jó. Ezeknek mennyi? Nekem tudod, mi lenne jó? Hogyha nem világítanék rózsaszínen. És tudod, mi lenne még jó, ha Bobinak a botja világított a rózsaszínen? Értem, elfáradtam, jó? Az lesz a szituáció, hogy mivel nonchalantly besétáltatok a látókörükbe, nekik meg 20-as passzív perceptionjük van, ezért a következő történik. Abban a pillanatban, hogy átfordultak a sarkon, a két hellhound azonnal megfordul és elindul felétek. És bekerülünk kombatba, és nekik lesz egy körük, amíg ti nem csináltok semmit. Oops. I did it again. De még a csámcsogást is hallottuk. Tehát, hogy... De az a reális, hogy megnézzük, mi csámcsog. Lehet, hogy értitek, a főnökötök, csak amióta utoljára láttátok, már undorítóban eszik. Egy kar van a szájában az egyik kutyának. Na! Ez egy szóval is lehetett volna. Pöré lenne az első körben, nem jön. A fura, szürkebőrű, hát erről lehet küldök egy képet, mert ez tényleg rohadt rondán néz ki. Egy fura, szürkebőrű, csecsemő arcú ördög egy hatalmas baltával és egy vörös köpennyel elindul felétek. A vörös köpeny rajta van, vagy az is a kezében? Tehát kaci, hát, amikor megborotválkozik. Hol látjuk a képet? A DM-d és Facebook csoportba. Hát ez a legfelebb Mindjárt elküldöm. Mintem is. Most üljön, és van valami távolsági? Van neki. Tudom, okay. Hogy ezt Vikinek küldted emótnak, de lehet nálam emót? Micsoda? Nem.
Nem. Úristen, de akarom. Ez a... Nem. Step bro, what are you doing, arcod? Törlök három emótot, és ilyen négyes nagyban csinálom meg. Na, szóval... ahogy ez a valaki előjön, előhúzza a crossbowját, és puff, megcélozza Ugvét nyillal. Azt mondja, engem? Az... igen. Ah. Az 14, azt gondolom nem fog eltalálni. Hát eltalálni eltalálhat, csak sebezni nem fog. Ja, én hát teknős okay. vagyok. A páncélodra így széttörik a nyíl, és nem sikerül átütnie. Abban a pillanatban betölti a vesszőt, és még egyet lő feléd, ami egy nat 20. Krassz, ez a haverod? Ez, nem. Ú, ez... ú. Akkor meghalok inkább, jó? Ez... szóval ez 18 pont damage, ahogy a válladnál a páncél alatt belövi a vesszőt, és kijön a válladon a másik oldalon. 18-ot hallottatok? 18. Én annyit mondtam le. Itt van rájt is, srácok. A kutyák jönnek, akiknek a töre, akiknek a movement speedje 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó, ki tudta volna egy ilyen kutyák csámcsognak, hanem porsék. Mind a kettő meg fog próbálni megrapni. Meg vagyok lepődve. Előnnyel támad mind a kettő a képességük miatt. De hát tudtam, hogy csámcsognak, az nem segít semmi. Oké, ahogy odalépnek mellé, futás közben megpróbálnak rádugrani és megcsámcsogni, de nem sikerül egyikőjüknek sem, mert még előnnyel sem sikerült egyikőjüknek sem eltalálni senki. De nagyon ugatnak, Viktor, nagyon ugatnak. Reja ide lép, és... tudod, amelyik kutya ugat, az nem harap, úgyhogy... az a helyzet, hogy sokkal nyugodtabb lennék, ha mindezt nem előttem csinálnák, de oké, persze. Pöré a kör. Akkor hát én ezt a legközelebbihez odaállnék, és megpróbálnám egy hendekszel megsuhintani. Oké, okay. Dobj átkod. Egy centit sem akarok zavarni senkit, de hogy a shitpénisztű bagoly hamarabb jön, mint én. Megint. Szóval lehet, hogy baj lesz. És nem azért, mert eltűnt a mesélő teljesen. No, ó, ilyen magasan van. Ilyen magasan van. Na mindegy, aztán nem állítom. Oké. De nyugodtan áll is. Szóval 10. Hunter, komolyan mondom, hogy nyugodtan állítsd, mert nem vagy benne. Jó. Na, a felbontása miatt se látszik, szóval biztos ez számít. Ez meg ferde. Hát csak ügyesen állítsd, ki ne derüljön, hogy Donát kacsában tolod. Na, jó, sokkal jobb lett Hunter, most már a másokból nem látszott. Okay. Szóval, tized dobtál atakra? Igen. Nem, hármat is, így 10. Oké. Okay. Ahogy meglendíted a fegyvered, azonnal oldalra lép kutya, és nem sikerül eltalálnod. Hát van akkor még... megpróbálom még egyszer. Oké, okay, dobjad. Oké, okay. És akkor még egy... ahhoz vered a fegyvert. Még, akkor még egyszer megpróbálom. Yes, 20-valamennyi. Yes, 20-valamennyi. 9. 9 pont. Ahogy visszapattan a falról a lendülettel, így oldalról vágsz bele egy hatalmasat, és a vére porázzal együtt így kihullik az oldalán. 30. Okay. Porázzal együtt? Igen, porázzal jön ki a vére az oldalából. Holy hell. Oké. Okay. Elég parázs a helyzet. Van még valami? Öri. Nem. Oké. Okay. Whatever, nem érdekel. A fura
fura arcú emberünk ki a kör, aki azt mondja, hogy... Megint a fura hallott, Kaci? Oké. Viktor, mennyi HP-n? Elég. Nem ahhoz, hogy még egyszer meglőjön így, de hogy így, ahhoz, hogy mondjuk, nem tudom, főzzek egy reggelit. Ahhoz elég. Felemelni a crossbow-t és ismét UV felé küld egy töltetet, ami 17, az talál? Nem. Azt hittem ez a damage. Oh! A második sem talál, ahogy betölti és lő még egyet, így kettőtök között elő a veszőt, és nem is kerül. Az a kérdésem, hogy szerintetek itt most a mesélő valamit tanítani szeretne nekem, vagy csak véletlen az egybeesés? Én nekem, az én fejemben az fordult meg, hogy ráírtál, hogy jövő héten is, hogy egyre kényelmetlenebb ez a D&D dolog, és nem fér bele a péntekeidbe, úgyhogy... Úgyhogy hát most kinyírnak. Hát azt megírnám, mert nem megöletném a kedvenc második, harmadik, az egyik kedvenc karakterem. Krasz, tiéd a kör. Holy hey! Hát egy... Ó, Krasz jön, oké. Itt már 10 feet egy kocka, az előzőben még csak 5 volt. Akkor csak kevesebbet tudok menni. Jó. 10 feet egy kocka? Nem. Nem, most, 5 feet. Most is csak 5, csak a térkép van rosszul beállítva. Jó, de okay. 5 feet. Mindegy, bejövök ide. És bónusz actionből szeretném elkasztolni a Hunter's Markot rank 1-en a baloldali kutyára. Ez ugye egy concentration spell, és azt tudja, hogy megjelölöm, és egy óráig van fent maximum, és amíg ez a Hunter's Mark rajta van a targeten, addig ne tartsd vissza a levegőt. Weapon attack-kal, akkor plusz 1d6 pedig én vissza tudnám. És wisdom, csak te vagy mindenki más. Perception és survival check-ekre bónuszom hát van. Azt mondja, hogy ha leesik 0 HP-re ez a target, mielőtt a spell véget ér, akkor bónusz actionből egy következő körön átrakhatom egy új célpontra. Yep, azon áthelyezni. Csak neked van ez? Igen. Igen. Still not bad. És akkor ezt elkasztoltam, ezt írjuk be, és megpróbálom meglőni, csak úgy standardben, mindenféle nélkül. Ez egy 23. 23, előkapod az íjat, behúzod a nyilat, kiereszted, és azon az arca mellett így a vállába belelövöd a nyilvesszőt, ami így elkezd lángolni a nyilvessződ, ahogy benne van a testben. Atya, úristen. Mennyi a damage-ed? Kérlek szépen, a damage-em az 7. 7 plusz Hunter's Mark-ot ilyenkor rá kell dobnod? Szerintem igen. Akkor dobjad. D6. Akkor ez az 9, hogy összesen. 9 pont. És akkor UV lesz a körben, már más nem fogsz tudni csinálni. Hát kettőt lövök. Ja, kettőt lősz, tényleg, bocsánat, már levelőtöm vagyunk. Igen, éreztem én, hogy haverok vagytok a rossz arcúval. Ez egy nagy 20. Dobjad a két damage die-t. Akkor a spell roll 2d8 plusz 3. Akkor az 10, és... 10 pont. Várjál, mert még egy d6-ot is dobok, akkor az 15 pont. 15 pont, oké. Okay. Ahogy felüvölt és kinyitja a száját, szájába belelövöd a nyilvesszőt, hogy keresztül áll a fején. Még él egyébként, de a fejében van egy nyilvessző, és dülöngél egy picit. Bobby, tiéd a kör. Hold up, wait a minute. A teknős semmi van? Igen. Leszketanítás történik itt, team progress. Halló! Szóval az a helyzet, hogy úgy érzem, hogy itt lenne az ideje a második leghasznosabb képességem használatának. De ezzel kapcsolatban információkat kell kapnom, az egyeztettem a mesélővel. Szóval először is, ugye nyilván azon bátor tankként, ami egyébként vagyok, behúzódnék a páncélomba izibe, és ezzel emelném az AC-mat 21-re.
És a kérdés, hogy mielőtt ezt megteszem, kell megérintenem magam, hogy megpróbáljam megmenteni azt, hogy túléljem ezt a fájtot, vagy megtettem ezt utána kérlek, is? Kérlek, csak a páncélon belül. Ja, a páncélon belül lehet érintkezni. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rád, mint Vikire ebből a szempontból. Megteheted a páncélon belül is, technikailag. Nagyon szépen köszönöm. Ebben az esetben a fontossági sorrend szerint haladnék, és először mennék vissza a páncélomba. Akkor ugrálj a páncéljában. És várjál, mindjárt kitalálom, hogy pontosan hanyaszlotú hílt zúzok magamra. Okay. Hú, srácok, nincs már nagyon sok szlotom, lassan aludni kéne. Én is így vagyok. Ez egy second level cure wounds lenne. Ami 2d8 plusz 7-et ad vissza az egyébként meglehetősen hiányos HP-mhoz. Dobjad. Ami okay. 11-18. Okay. Ez pont annyi. Nagyszerű, milyen praktikus. Uvé behúzza magát a páncéljába, hogy kling, eltűnik benne, és így láttak egy sárga fényt, ami kivilágít a páncélba. Megalázó. Jó. Nem. Boldog. Nem, nagyon jó. Én helyet foglalhatok most Ugvéjen? Igazából? Nem. Megteheted, de nem tenném, mert én vagyok legelő. Szóval ez nem az nem. A hely, ahol szeretnél. Nem teheted meg. De te következel. Én következem. Egyébként nem hearthstone-oztam, hanem azt néztem, hogy a telefonos applikációja hogy működik ennek a dolognak. Sehogy. Ezt tudom. Mi annak? Aha. Miért mocog a kamerám? Mert ferde. Meg akartam kérdezni, hogy egyáltalán mi van az a kamera, hogy lehet így ilyen rosszul felszerelni, de gondoltam, hogy streamot. Tipodon. Tipodon van egyébként. Azt tudom, hogy ferde, ezzel nem tudok most ütkezni. Azt majd elrendelem. Az a helyzet, hogy beljebb mozognék ennyivel, Pörit nem ütötték még meg. Őt még nem. egy Erupting Earth-öt szeretnék. Okay. A pont hova oda, szeretnél? Pont oda, ahol a támadó bébi áll, és az... Erupting Earth az milyen formátum? Mire gondolsz, bocsánat? Mekkora kör... 15 square feet. Tehát az azt jelenti, hogy egy... Így pont benne vannak ők, így. Hogyha ő a szélén van. Tehát ide középre. Sure. Igen. Aha. Jó, egy Dex 15-ös savingre lenne szükség. Oké. Okay. Összedobok a kutyáknak. Dex 15. Hát ez majdnem biztos, hogy megvan. Igen, ez pont megvan. Faszom. 14 dobtam, és plusz egy a dexük. A baby arcunak pedig... Annak nincs meg. A kutyáknak megvan, a hátsónak nincs. Nagyon jó. Akkor viszont... akkor kidobom a damage-et, és aztán majd utána látjuk. Oké. Okay. Ez 24. 24 pont. Oké. Okay. Hogy felemeled a kezeidet, így megreped a kő alattuk, és a lábaikat. Ők akkor 12-t sebződnek. 12-t és 24-et a nagy. Én pedig bonus actionből szeretném szépen nekidönteni a botomat a falnak, és letépni a ruháimat, és egy dire wolf-fá szeretnék átváltozni. Oké. Okay. Nézitek, hogy négy lábra ereszkedik a bundája, dús lesz, és barna, a fogai megnőnek, kitártja a száját, és kutyaszerű arcán változik a feje, és de örül. Oké. Okay. Más valami? Nem lesz ruhát, ha visszaalakul. Nincs ruha rajtam soha. Ne. Viktor, ezt nem vetted észre? Ne kezdjük el a hátvitát. Oké. Okay. És akkor a kutyák éveszik. Szerinted miért akartam rád ülni? Megígértem magamnak, hogy nem lesz rajtam többet kesztyű. Ötös szint után, úgyhogy szeretnék megkérni... Nem ijjerel! Ja, én sem értettem hirtelen. Boy. Azt hittem, csak örül a tavasznak. Ez így néz neki, ugye? Biztos az is benne van, de...
Szóval, szeretném kérni Ugvét, Bobit és Kraszt, hogy dobjatok egy dex save-et. Így. Krasz, kaptál egy előnyt? Ugvét, te azt hiszem hátrányból dobsz dex save-et jelenleg. A páncélban vagy. Yeah. Jó. Jó. Akkor dobtam egy hetet, meg egy nyolcat. Akkor gondolom a hetes számít. Yep. Többiek? A saving throw-nál nekem azt írja, hogy plusz 6-on van. Igen. Akkor az 12. Egy pillanat. 2. Oké. Okay. Az ég ágyon meg te toll. Én 19-et dobtam. A plusz 2-es a Dire Wolf dex-e. Akkor Ugvét leszállítva mindenki felét fog elsebződni. Nézzétek, hogy az előttetek álló kutya kitátja a száját, és egy kavargó tűzorkán kitépődik a szájából, és sebződtök összesen. Ó, ez sok. Ó, boly. 4. Teknős leves. Ebből mindjárt lehet. Jogi srácok, ha mind meghaltok, lehozom. Ez 11, 12... Mármint a pokolban 11, vagyunk, mit hozol hova? Ugvén 20-at sebződik, a többiek 10-10 pontot. Mi van, hogy én sem ennyi. Kidőltél? Nem, mert híleltem magam. Oké. Okay. Én egy ilyen aktív tank vagyok mostantól. Nyelem a sebzést, hílelem magam, nyelem a sebzést. Neki jelenleg nincs zélja. Brefrapönnye. A másik pedig, hát lát, hogy Ugvé az bent van a páncéljába. Attól még nagyon fenyegetően nézek ki. Ez mennyire intelligens mert, hogy így egy kis lyukon, így. Halló! Egy nagyon hülye állat, úgyhogy meg fog próbálni megharapni. Ráadásul előnnyel. Ugvét. De hát bent vagy a... Attól még megpróbált megharapni. És el fogja találni. Egyébként. Mi? 21-es AC-val? És dobott exactly 21-et. Ilyenkor szóval nincs valami, hogy azért, mert teknés vagyok, az enyém üti az övét, nem? Nem. De van! Bedugja a fejét a lyukon. Két pontot sebződsz, szóval, hogy a mancsával így benyúl, és a karmaival megszúr téged. Igen. Uh-huh. It's alrighty. Mondasz valamit okay. A HP mennyiségedről? Nézd, még el tudok menni gyalog, de hogy csak fél lábam van. Kezeim már nem nagyon. Szóval, hogy csak egy lábbal így el tudom magam toszogatni a fájt végén. Mondjuk azt, hogy még egy ilyet nem viselne annyira jól a karakterem élve. Jó. És nem, csak... jól viselni? Remekült. Végtelen jól szórakozna. Nem hal, teknős. Ugye, Hunter, ez fire damage? Igen. Akkor igen, a neked még azt is felezni kell, úgyhogy az csak 5 pont damage részedről. Rej, elővesz egy crossbow-t, és megcélozza a gyengébbik kutyát. Ott ahon, onnan, ahol áll? Ja, nem onnan. Igen, ő még ide jön össze. Igen, mert onnan aztán nem céloz magas senkit. Nem. És az 13, mennyi az acél? Ó, azzal nem találja. Kilő egy nyilvesszőt, ami a fekete, majdnem pikkelyes testéről lepattan ennek a kutyának. És múlt jártak-e van, úgyhogy meg fogjuk próbálni még egyszer. A második az talál. Ó, ez megöli. Kierez belőle egy nyilvesszőt, ami lemegy a torkán a kutyának, és eldől. És egy kis lángban így elég a kutya teste semmivé. Úgyhogy az egyik meghalt. Pöri, tél a kör. Hát akkor én a másikat megpróbálnám megsuhintani. Oké. Okay. 12. Az nem elég, hogy megpróbálod felnyársalni, csak karcolod a természetes páncélját. 14. Próbálod másik oldalról felhasítani, de egyszerűen nem sikerül. 9. És hogy megcsúszik a kardod, így tízs, követ éred, és egyszerűen nem sikerül eltalálnod.
Sorry. A baba arcú csávó jön utána. Oh god. Háromból egyszer sem sikerült eltalálnom. Háromból mind háromszor sikerült eltalálniuk. Függetlenül attól, hogy kívül vagyok, vagy belül a pászíromon. Oh, de mi vagyok? Volt egy segítségem, nem használtam. Ide lép előre, és meg fogja próbálni, eldobja a crossbowját, ami a széttört padlón így koppan egyet, és a hátáról elővesz egy hatalmas bárdot, amivel megpróbálja megsújítani Purryt. Nem tudom, hogy mennyit tud mozogni egyébként, de ott ugye most... Igen, difficult terrain van, az pont a movementje fele, hogy odáig elmenjen. Azt mondja, hogy az 24-et dobott atakra, úgyhogy ezt gondolom találni fog. Igen, azt hittem annyi a damage. Nem, a damage az 11 pont. És a második atakjával szintén eltalál, és az szintén 11 pont, úgyhogy 22 pontot sebződsz, hogy kettő hatalmasat rácsap a bárgyával. És krasszél kör. Jó, nekem egy olyan technikai kérdésem van, hogy mi történik akkor, ha... Nem ölsz meg mindenkit a következő körben? Használni akarom a sharpshooter trétet, ami ugye minusz 5-öt ad az attackról romra, de kritet dobok, tehát nat 20-ot. Igen. Akkor az 15? Hát technikailag igen, de krit az krit. Jó. Én azt úgy rúlom, hogy a krit az krit. Jó, akkor ebben az esetben szeretném használni a sharpshooter trétet. Oké. Okay. És szeretném kiváltani a Gyula által 100 000 pontért aktivált trétet. Oké, okay, és kit lősz vele? És bónus actionből szeretném ingyen átrakni a baba arcúra a Hunter's Markot. Hunter's Markot, oké. Okay. És őt szeretném meglőni. Oké. Okay. Ahogy... Hova állt a baba? Mert én nem látom. Valamelyik kutya alatt. Kutya alatt van. Ja? Veszel egy mély levegőt. Megállsz egy pillanatra. Szemek közé célzol. Elereszted a nyilvesszőt. Dobjál damage-ot. Akkor ez... 18? Vagy ez 8? Meg... Akkor ez 11, meg 5, az 16. Meg a sharpshooter miatt plusz 10, az 26. Ez 26 pont. Az elég. Hogy elereszt a nyilvesszőt, tisztán átmegy a fején, és a nyíl lendülete hátra viszi a testet, ami szétterül, és a vére összemocskolja a széttört padlót, amit Bobby ott hagyott. Egy deb volt? Igen. Elhatárolódnák. Én is elhatárolódnék, de... Te el vagy határolódva a páncélodba, te határolódj el. És van de még egy... De tankoltam így is! Akkor ez meghalt? Igen. Jó, akkor majd a következő körbe tudom csak átrakni a Hunter's Markot, de akkor meglőném a másikat is. Oké, okay, dobjál átokat. Csak így simán, azt már sharpshooter nélkül. A sharpshooter tudom így, el tudom így dönteni, hogy... Szerintem az egyikre használom, a másikra nem. Szerintem azt látod mindegyikre, amelyikre szeretném. Azt hogy... ja, before you make an attack. Jó, akkor itt most nem szeretném használni a sharpshootert, csak simán meg akarom lőni, az 21. Azt találni fog, dobja a damage-ot. A damage pedig 6. 6 pont. Oké. Okay. Hosszabb csatára számítottam, ez az átváltozás, ez... Még azzal a lendülettel, hogy előre... Akkor az mellett minek? Gyorsan egy másodikat felhajzol és beleereszted az állatba, az oldalában eltalálod, és úgy vélesz a kör. Szóval, Purry. Igen. Anélkül, hogy ténylegesen számokban beszélnénk itt. Mennyire vagy te nagyon halott? Feltételezve, hogy én nagyon. Hát nézd, így, hogy baltával nem fognak most már csapkodni, van rá esély, hogy még egyszer belém haraphasson. Kétszer már nem.
De addig még én is jövök. Magamat gyógyítanám, mert rám nézni se nézhet rám ez a dolog. Okay. Gondolom mondanom se kell, hogy én a páncélomban a továbbiakban is fantasztikusan el vagyok. Tacsi. Tacsi, never dies. 2D 8 plusz 7 lenne okay. Itt a program erre az estére is. Ez összesen és 11. Húzzáló sárga fény. Ilyen a páncél. Nem lehet ennél sokkal kisebbet dobni. Mindegy, így legalább egyszer meg tud harapni a kutya. Jó. Bobby-é lesz a kör. Hogyha. Én elférek mellettük? Most már igen. Akkor én be is állnék erre a halottra, okay. És megtámadnám. Pedig dobbanthatnál rólam, és így ugorhatnál rá a fejére. Bocsánat. Oké. Megengedem. Dobjál atakot. Dobok egy atakot, először is megiramodok, ugvej hátáról azonnal nyakra. Tehát, hogy ennyi történik, ennyit kell látnatok. Ugvej hátáról. Nem ugvej nyakára, ez fontos. Nem ugvej nyakára egyáltalán. 13 plusz... Találni fog. Nagyon jó! Dobjál damage-et. Egy pillanat. 3 előnnyel dobtam volna. Oké. Okay. Ha előnnyel dobtál volna, akkor azért dob ki, mert lehet, hogy kritikál. Nem, csak jó. Jobb. Oké. Okay. Jó, ez 2D6 plusz 3. Oké. Okay. Az 9. 9 pont. Hogy elrugaszkodol a társad páncéljáról, így azonnal lendületből megfordulsz, és a nyakát így elkapod a kutyának. Van még... Egy deck saving throw-t kéne dobnia. Okay. Deck save... Ez... 10... Nem, ez csak 10. Az nincs meg. Lefekszik. Nem, az csak 10. Oké. Okay. Nincs meg, nincs. Akkor jön most prone. Jó, ő most prónom van. Más? Én nem tudok más csinálni, sajnos. Okay. A movementjének a fele, ő lesz, úgyhogy a movementjének a fele az el fog menni arra, hogy ő felkeljen innen. Azt jelenti, hogy 15, ja nem, 25 feet-je van, az még azt jelenti, ez 10 feet. Jó, hát eddig hátra tud jönni, úgyhogy ne provokál. Ja, de Pörritől provokál egy opportunity atakot. Pörri, dobjál egy atakról, hogy hátrébb próbál lépni egyet. 17. Azt talál, dobjál, de mindjárt. Hat pont. Oké, okay. Ahogy hátraugrik, így egy nagyobb darabot kivágsz az oldalából, látod, ahogy a bordái közül lángok és vér jön ki, hátralép egyet, és még az utolsó lehelletével kitártja a pofáját, és szeretném megkérni, hogy... Fucking dead van. Azt mondja, hogy... hát ebben így vagytok benne. Ezt kimondtad, Viktor? Szóval, akkor szeretném megkérni Bobit, Ugvét és Pörrit, hogy dobjatok egy-egy deck save-et, és Ugvé pedig hátránnyal. Ez 17. Ez 17. A felhasználom a segítségemet. Oké. Okay. 9. 9. 19. Ez a detteknősi fájszíj van. Akkor Ugvé az egyetlen, aki nem dobta meg. És azt mondja, ez... Oké, okay, ez 9, ez 15, 16, 17, 22 damage-et sebződik Ugvé. A többiek 11-et, hogy kitátja a pofáját, és egy tűzorkán, hogy beteríti a folyosónak ezt a részét. Mennyit mondtál, ne haragudj, meg tudnád ismételni? 22.
Well, és ebben azt mondtad, az esetben... hogy mindenki más 11-et? Mindenki más 11-et. Te is a földön vagy? Well, Pörr és Ugói a földön vannak. Elmentél egy öngyújtóért, hogy megsiratasd a teknősödet? De I'm a pretty dead van. Ne aggódjatok, mert itt van apa. És Réjelj a kör, aki a crossbowjával intéz egy atakot. Várj! Bocs. Igen? Viktor, te dobtad a 15-öt. Igen, a meg a 9-et, de én hátrányból dobtam, úgyhogy 9. Ja, én azt hittem, hogy a 15-öt én dobtam. Akkor bocs, én se dobtam meg. Akkor te is 22-t sebződtél, de most nem ebből a szokott. Nem teljesen mindegy, mennyire halsz okay, meg. Hála okay, az ének a 0-1 cap, nem megyünk mínuszba a halállal. Hát, ja, ha kétszeresét támadná a max HP-nak, akkor automatikusan halott lennél, de annyit gondolom nem tud 22-vel. Nem. Kilő egy nyilvesszőt, az mellé megy, így szétesik a nyilvessző a falon. A második szintén elmegy a folyosón. Nem is kerül eltalálni a kutyát. Pörri élen a kör, dobjál egy deszévet. Pörri. Az mit dobok? Csak simán egy D20-at? Egy D20-at, igen. Az egy siker. Írja fel egy deszévet. Yes! Krasz, téd a kör. Jó, akkor bonus actionből szeretném erre felrakni a Hunter's Markot. Oké. Okay. És simán dobok. Az egy nat egy. Ahogy kérezted a nyilvesszőt, egy nagyon száraz és régi nyilvessző, így szétfeslik a kezedben. Akkor megpróbálnám még egyszer, ha már ez szétfeslett. Dobjál. Szétfeslett egy nyilvesszőt? Most az egy 12. Az nem elég, hogy kilövöd a nyilvesszőt, neki megy a falnak, és széttörik a falon. Ezek fos nyilvesszők voltak. Ennyi? Ennyi. Oké. Okay. Bobby Ecker. Nagyon feldühödtem attól, hogy bántották a barátaimat. És Kraszt. Dobj egyet a Kraszt. Oké, okay. Hogy akarod csinálni? Nem sikerül. Felágaskodom két lábra, és így eldöntöm, és kiharapok egy darabot a nyakából, ahonnan spriccel a vér össze-vissza. Tudod mit, bazdmeg, meg is eszem. Oké. Okay. Kitépted a nyakából a húst, az ereket és a lángoló csontokat, amiket feldobsz, és ott visszaesik ilyen. Megcsúcsálod és lenyeled. Picit égeti a pocidat, de... De sikerül. Tudod mit? Meg is eszem. És ezzel vége a kombatnak. Én aggódva azonnal visszaváltozom, és odarohanok a két földön fekvő barátomhoz. És... Hey, hozzám rohanj, mert engem látsz, hogy rosszul vagyok. A teknős ugyanúgy bent van. Nekem nem kellett volna dobnom egyet azért, mert... Még nem kerültél sorra. Ja, még nem kerültem sorra. De hogy nem kerültem sorra, úgyhogy Bobby mögöttem van. Ó, de sorra kerültél volna. Dobj egy Death Saving Throw-t. Sorry. Kaptam egy segítséget egy Death Saving Throw-ra, ezt felhasználhatom? Hát, ha az egy crit, akkor annyira felhasználhatod, hogy akkor automatikusan sikeres lesz. Ez egy segítség, nem tudom a segítség mit csinál. Az nem az előny. Plusz az előny. Az nem ér semmit Death Save-nél, azt nem tudsz dobni. Jó, nem segít, ne haragudjatok. Inkább meghalok becsülettel. Ez egész jó. Az egy siker, úgyhogy. Hunter, neki Viktor többet ne öld meg, mert azóta már így bannolgatja az embereket a cseten. Piót kapott, és csak meg itt arrébb, de idejött a csávóhoz, kétszer megkérdezte, hogy berédeli a stream végén, és felhúzott azt, hogy kétszer nem tudta leírni. Piótál valaki más. Igen, de hát azt javította a Tomi. És csak egy napnyi TO-t kapott volna a stream gyerek is, csak. Én csak egyet láttam kérdezni, úgyhogy
Viktor jobban fél a csetre, mint bárki más. Szóval én azonnal visszaváltozom, és oda sietek Pörihez, aki ugye az egyetlen ember barátom ezen a földön, úgyhogy nagyon aggódom. Térdre esek mellette. De nem vagyok ember, nagyon cuki vagy, de cica vagyok. Ja, tényleg. Humanoid. Humanoid formájú. És nagyon aggódom miatta, úgyhogy azonnal egy healing spiritet. Okay. Healing spiritet? Várjál. Te healing spirit az 2d6. Igen, de hogy az egy kockában jelenik meg. Igen. Teacher you can see moon spirit. 60. 60 feet, ami azt jelenti, hogy... Akkor mindannyiunkat. Le tudod úgy tehát, hogy oké, most a gridben úgy néz ki, hogy kinéz, de hogy a valóságban le tudod úgy rakni a Healing Spiritet, hogy mindkettőjüket hogy mindkettőjükben elérjen. Nagyon jó. Mert akkor kombaton kívül megengedem, hogy a pozicionálásra kicsit flékik legyünk. Nagyon köszönöm. Az a kérdés, hogy... hogy Healing Spiritet a third level-en. Oké. Megjelenik egy sárgás fényoszlop, ami így lehullik a térben, bevilágítja ezt az egész folyosót, és ahogy félig Pöri testére, félig Ugvéjére vetül, szépen elkezdenek beforrani a sebeitek. És akkor 7 pontot gyógyultok mind a ketten. És magatokhoz tértek. És én is gyógyulok 7 pontot, ráadásul. Ja, te is gyógyulok. Meg Krasz is gyógyul 7 pontot, ha akar. Várjátok, ez meddig tart egyébként a Healing Spirit? Healing Spirit az úgy néz ki, hogy... Egy percig, tehát az gyakorlatilag 10 körön át tart, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 10-szer dobhatjátok ki ezt a... Elhiszed, hogy 10 dobásból felhílelem őket? Vagy dobjam ki őket? Én szeretném, hogy kidobnám. Elhiszem, hogy dob ki. Ne, dob ki. Okay. Dob ki. Akkor írd vagy 20d6. Akkor írd vagy 20d6 a dobot dobjál. Erre már... 78 HP. Jó. Visszamentem max HP-re? Aha. Hát nem hinnem, hogy 85-nél több a HP-d. Én beírom azt, hogy 78-at hílelek. Nem ment túl. Megjelent a sárgás fényoszlop, és Lulu a kis aranyelefánt így néz, és így ekkora szemekkel nézi a fényoszlopot. Én ott googolok, vagy térdelek még mindig. Hát ez elég pró. Pöri mellett, és így lecsordul a könycsepp az arcomon, hogy majdnem elvesztettem Pörit. És ez 95%-ban arról szól, hogy majdnem elvesztettem Pörit, 5%-ban pedig arról, hogy a dungeon hideg kövéhez ér a herém, és fázok. Lehet egy technikai jellegű Bobby, kérdésem? Köszönöm, nélküled nem tudom, mi történt volna velünk. Ha mindennek vége, esküszöm, kimegyek veled az erdőbe játszani. Még labdát Igen. is viszek. De én nem vagyok egy kutya. Tudom elkasztolni second level-en és a third level-en is a spiritual weapon-ömet, ha ugyanazok mert... az értékei. Szerintem nem kéne, hogy ugyanazok. 1d8 plusz 3, 1d8 plusz 3. Plusz 6. You cast the third level, the damage increases by 1d8. Ja, by every 2 slot. Tehát, hogy 2 slotonként kell... két szlotonként kapsz extrát, tehát ez egy hányas szintű spell? Mit tudom én? Ez egy egyes szintű spell, azt hiszem, ugye? Gondolom. Nem, ez egy kettes szintű spell. Szóval, hogyha négyes szintű spellként használod a spiritual weapont, akkor már 2d8, hogyha hatos szinten, akkor 3d8. Értem. Oké, értem. Ahogy magatokhoz tértek, elárulom, hogy a Healing Spiritet nem véletlenül bannolja minden DM az asztaláról, és befor minden sebetek, magatokhoz tértek, és mi a tervetek? Kasztolja még egy Healing Spiritet, mielőtt ő is kibannolja.
Ja, nem, csak mostantól minden nem, körül, nem, minden harc első köre arról fog szólni, hogy lebaszom a Healing Spiritet, az menjen. Jó, de tehát, hogy harcban neked az... ez harcon kívül OP spell, mert a harcban annyira nem nagy szám, mert egy 5 feedben kell leraknod, akkor gyógyít, amikor belelép valaki, elfoglal egy concentration slotot, szóval... De azért elég OP, mert nem 5 feet, de 5 feet. De 5 feet, azért mondom, hogy az nem a világ legnagyobb OE-ja. Hasznos. Én tudom, egyébként, hogy alapvetően nem vagyunk szuper jó helyen, de közben amúgy egy jó ideje nem vagyunk szuper jó helyen. Nem akar valaki tábort verni, megozsonnázni, esetleg aludni egy jót? Megozsonnázni. A terem, ahova beléptek egyébként. Nem kellett meg belépnem. Itt is sírokat láttok, és Torm jelképét látjátok a falakon mindenhol. Itt, ahogy körbenéztek, nagy részt varázslók és papok nyughelyét látjátok. Miért specifikusan hát temették a... aludni. Igen, ez egyébként... Ez a Hall of Scholars egyébként. Még így sem esik jól, mert arra gondoltam, hogy én mondtam valamit, csak nem vettem észre. Mindegy is, bazd meg. Én ledőlnék egy kicsit. Mennyi ledőlésre gondolunk? Én helyben egy long restre gondolok egyébként, és fel se kelnék 2 napig, de gondolom ezt nem lehet. Én tudok örködni. Megpróbálhatjátok. Én végig tudok örködni, nekem nem kell aludnom. Ja? Miért nem kell aludnod? Mert egy macska. Lettem a macskát aludni? Mert nincs szükségem semmi. Csak alszanak a macskák, nem? Ja, mondjuk, ja, hát aludnod kell, különben kimerült leszel. Jó, akkor egy... De örködhetsz nyilván. Örködök, aztán majd egy 10 perc lesúnyom a szemem. Nem, hát valakinek fel kell váltania legalább 4 óránként azért. Akkor majd Dreja felvált. Vizet az NPC-re nyilván. Okay. Ebben az esetben az elefánt lesz az. ahogy tábort vertek, hadd kérdezzem meg, mert azért vannak nálatok felszerelések. Egy lépcsőn jöttök le, ami egy ilyen 2-3 lábnyi mélységbe visz le benneteket. Ezt a lépcsőt és ezt az átjárót, ezt akarjátok valahogy biztosítani, vagy... Én nagyon szeretném, várjál, mindjárt megnézem, tudok-e csinálni ezzel valamin. Nem tudom, hogy bármelyik őtöknek is van bármilyen, vagy bármi spellje, vagy akármi, amiben ebben segíthet, csak kérdezem így általánosságban, hogy... Nekem semmim. Tudok teleportálni, ha nagyon akarok, de... Okay, szóval, van nálam egy kötél. Ebből csinálhatunk valamit. Hogy néz ki pontosan az ajtókeret? Nincsen ajtókeret, ez egy kupolás átjáró. Igen. Ez boltívnek hívják. Nem kupolálnak. Bocsánat. Boltíves átjáró. Ez baj. Mit csinálnak azok a lyukak ott még egyszer a térkép oldalán? Azok a rudak, meg lyukak, meg semmi? Fákjatartók azok a... Nagyszerű. Várjál, milyen hosszú kötelem van? 50 feet. 50 feet. Jó, akkor ez itt. Ez... Belefér. Hát az nem annyi, mert hogy... Ó, nem annyi. Nagyon jó, mert ez tüntetőleg nem férne bele. De beleférne olyan 30 feet van a kettő között. Ezt nagyon okosan kell kitalálni. A terv az lenne, hogy kifeszíteném a kötelet a két fadolok közé, úgyhogy így belógjon, mint a két fákjatartó közé, hogy így belógjon az útra. És az egyik oldalára, mindkét oldalára elhelyeznék valamit, ami nagyon csörög,
ezzel kapcsolatban vannak még problémáim, hogy mit csöröket. Van ilyen holy szimbólum. Ezt csörgető dolognak használni, ez nagyon, nagyon nem szép dolog, ugye? Csörög, mert hogy egy kesztyűs mancs és ennyi a holy szimból. Az baj. Nekem van egy üveg borom, meg egy üveg viszkim. Nagyszerű. Mi lenne, ha az egyik oldalra kötnénk az üveg bort, a másikra az üveg viszkit, és reménykednénk, hogy megüti a falat? De ha valamelyik összetörik, jössz nekem egy olyan piával. Jó. Jó. Okay. Ne tartsd vissza a levegőt, mint én. De... Szeretnélek megkérni Ugvét, hogy te csinálod ezt a dolgot. Én. Akkor dobjál nekem de egy... De mechanik teknős. Dobjál nekem egy... Hát ez technikailag... Dobjál egy dexterity checket. Nem lehetne survival? Nem. Az nem ez a skill, mate. Sajnálom. No. Shit. A videót a csapdaépítés mestere. Ahogy kötögeted a csomókat, így hallasz egy nagyon mély halk hangot. Ne arra. Az Istened így noszogat, hogy hogyan, meg merre. Azt hittem a folyosóról, meg még egy harcot nem élek túl. Nem, az Istened lenyúl és segít egy kicsit arra lökni a kezed, hogy úgy menjenek a csomók, ahogy... Ilyenek ezek az Istenek, lenyúlnak. Ezek ilyenek, igen. Nagyjából bízol benne, hogy az üveg elhelyezése és a csomózást úgy sikerült elrendezni, hogy ha valaki megpróbál bejönni, akkor neki fog verődni a falnak mindkét üveg. Nagyszerű. És nos. Aztán Pörri dühös lesz, és agyonveri őket. Így bizony. Ahogy nyugovóra tértek az estére, Pörrié lesz az első felügyelet. Ahogy jössz, mész, és jársz ebben a kongótárnában. Oké. Okay. Ahogy járkálsz fel alá, a vérszag és a hideg, ami idenent fogadott benneteket. Az undorító hangulatát leszámítva semmi különös nem történik, és ahogy szuszognak a barátaid, eltelik a 4 órád, és ébreszteted Reyját. Hé, Reyja, te jössz! Reyja megfogja a hosszú karját, rátámaszkodik, feláll. Jó éjszakát. Elrakja a karját. Ráül az egyik sírra, így neki támaszkodik, és nézi a járatot. Én nem ismerem annyira jól, hogy Reyja bízzuk az életünket. Hogy... Figyeli az ágyáról. I don't care. It's fine. Hogy figyeli az ágyárót, ti csak arra lesztek figyelmesek, hogy valószínűleg pár órával később, ide nem nagyon tudjátok betájolni, hogy mit jelent az, hogy idő, de hogy néhány órával később magatokhoz tértek, kicsit nyúzottan, kicsit izomlázasan, de gond nélkül felébredtek, Reyja így, jó reggel, karját feláll, meghúzza a vizes kulacsát. Nem volt semmi az este. Ez esett? Akkor egy long rest? Igen, egy long rest mindenkinek. És mindazonáltal, hogy ez egy long rest, szeretnék köszönteni mindenkit a 6-os szinten. Yay! Yes! Mármint, hogy... Úgyhogy... Gondolom mindenki felkészült a sokkal fényesebb világító rózsaszín színekre. Nem tudom, hogy kaptok-e, mert a 6-os szint az általában nem olyan szuper izgi, így class feature-ök, meg mi egyebek kapcsán. De HP-t? De HP-t kaptok természetesen. Hogyan? Úgyhogy hát dobsz egy hit die-t, és az eredményt azt hozzáadod a D&D Beyond-on a releváns dobozhoz. Egyet kell dobni, nem az összes egyet. Egy hit die-t kell dobni szintlépésnél.
Én egyel több spell tudok bekészíteni. És hogyha nullát dobok, akkor dobhatok az újat? Nem, az egy tízes a nulla. Az a max. Úgyhogy tízzel gyarapszik a HP-d. Viktor, HP-d. Mondjad. Nagyon megsértődnél, hogyha meg. Kivenném a water breathing-et, amivel 24 óráig tudom visszatartani a levegőt víz alatt? Mert szó, egy kicsit, Akkor bármi mást ezek szerint. Nem, felülem kiveheted, nyilván. Ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy nem vesz levegőt a víz alatt. Lehet, hogy én is ki tudok venni egy ilyet. Nyilván a te örömöd az enyém is. Whatever. Ja. Én kész vagyok. A fighter egyébként relatív gyakran kap feat-eket. Ő gyakrabban kap feat-eket, mint mindenki más. Mert hogy mindenki más négyes szinteken kap feat-eket, de hogy a fighternél úgy van, azt hiszem, hogy az elsőt négyes szinten kapja, a másikat lehet, hogy ő már hetesen megkapja. Hú, ez én mondjuk elég menő. Most, de izét választottam inkább a ability-t. Ability score improvement-et? Oké. Okay. Uh-huh. És mit lehetél amúgy? Dexet meg strength-et. Ó, oh, nice. És változtak a modifiereid, vagy csak... Csak feltoltad őket. Igen, szerintem. Mert párosnál ugranak a modifierek. A strength-em igen. Igen. Okay. És igazából az volt a gondolatmenet mögötte, hogy most nem fogom átnyálazni a feat-eket, hanem majd legközelebb. Yep, sure. De hát mondhatod volna azt, hogy most nem választod ki, és majd a következő session kiválasztod a feat-edet, az is egy teljesen valid. Még egy szint. Nem is kell semmit kiválasztanom? Lehet, tehát hogy a hatos szint az nem egy szuper nagy ugródeszka, a legtöbb használ. Viszont csendesen hozzá kell tenni, hogy mostantól bárkit hílelek, én is hílelődök. Az mondjuk elég? Nice. Nem ugyanannyit, mint amennyit hílelek, hanem egy ilyen szemkiszúrós mennyiséget, de klerik vagyok, majd valahogy feldolgozom. Hát igen, egyébként meg az kleriknél sem egy szemkiszúrós mennyiség, itt sem úgy sem. Na, 1D8-ból 6-ot dobni, az nem rossz. Az nem rossz. Amúgy közben csak így átnéztem a trétjeimet, és igazából minden short restenként van egy hílelésem magamnak, egy bónusz actionös. Igen, van egy bónusz actionös hílelés. Csak ezt nem tudtam, mielőtt meghaltam. Sorry. De most már tudom, csak majd a legközelebb és is tudja, meg a négyes level sem jött ki. Nem. A hatos gázszint lépés. Igen, a hatos szint az nem olyan szuper hype. A legtöbb kasznál. Azt a büdös gyerek bezzeg lehet 24 óráig visszatartatja a levegőt. A büdös gyerek. No. Na van még ott egy lyukacska. Hogy álltok? Én készen állok. Meg kell rendezni a tíz lépését? Én készen állok. Akkor... Igen? Mondjad. Ja, semmi. Csak mostantól én minden kampányba druidot hozok be, az meg annyira zsír. Hallod az új, most nem akarom eldirélni a dolgot, de a Tasha új karakter opciói, a Wildfire meg a Stars druid, az két olyan druid alkaszt, hogy... Ó. Oh. Na, ahogy haladtok előrébb, Pörri, ahogy így vezeted a csapatot, arra leszel figyelmes, hogy jobb oldal felé zajokat hallasz. Zajok! Ha bemész abba a terembe egyébként, egy nagy kör alakú asztalt látsz, 14 székkel körülötte. Ez azt jelenti, hogy kettő befolyásos ember még élhet. Ahogy szép. Beléptek, akkor az lehet ugye mondani, hogy ez volt a helyi vezetőknek a megbeszélő csarnok. Ó, visszamennék leszedni a csapdát. Ja, nyilván, azt feltételeztem, hogy reggel, ahogy ébredeztek, kiveszed az üveget. Összeszerem a kötelet, meg elviszem az alkoholt.
Leadadom az alkoholt Pörrinek. Egyébként még így is, hogy előnyökkel dobtam az Encounter táblázatra, még így 8-okat meg 6-okat dobtam, úgyhogy... Tényleg. Azt gondolkozom, hogy srácok, hogy ezek az arcok tényleg annyira szihók, hogy a halottak mellett értekeznek? Hát, mint a templomok? Mert így árad a szeretet. Ugvé, ahogy... No. Elkalandoztam, de elmúlt. Tehát, hogy amit látsz, az, az resztető emberek sokasága egy nagy teremben, akik ott van valami. Állnak egy nagy csarnokban, és ahogy közelítitek meg a termet, láttok egy viszonylag vékony nőt, hosszú hajjal, egy ceremóniás, buzogányszerű valamit tart, valamire egy ránéztek, látjátok, hogy az első ütésre valószínűleg ripityára törne az a bármi. Tartja felétek, a másik kezében van egy bőrkötéses könyv, és így, kik vagytok? Mit akartok? Miért van az az érzésem, hogy az a token, amire véletlenül rálátok, mert megint olyan helyre mentem, ahol nem kellett volna, az nem a nő? De, az a nő. Ó, nagyon jó, olyan ork feje volt, srácok, már láttam magam előtt, hogy meghalok azonnal. Ó. Ez csak egy statblock tokenje, de nem így néz ki. Hát remélem, hogy nem így néz ki. Én is, igen, nagyon megijedtem. Én közelebb léptek, Krasz, felismered a kötetet, ami a kezében van, a Creed Resolute van a kezében, ami az elfeliek könyve, amiben a te neved is benne van. Akkor miatt nem fogunk kötetkedni vele? Az barátunknak. Mit akartok? Kik vagytok? És így mögötte több mint 100 ember reszketve, köpenyekben összebújva. Észeljétek el a szegény szerencsétlen farkasokat, akik gyakorlatilag egy saroknyira voltak 100 embertől, akit megehettek volna. Azt jött egy teknős, és agyonverte őket a haverjait. Egy pillanatra azt hittem, hogy azt mondod, hogy jött egy teknős, aki agyonverte őket, mert nem, erre nem, a részre nem emlékszem. Nem, itt nem történt semmi ilyesmi. Valaki összefoglalja neki, mit akarunk, mert én bevallom őszintén elfelejtettem, hogy ja, kijutni innen. Jó, segíteni jöttünk. Révengárdot jöttetek keresni, mert hogy ő szervezi a helyi ellenállást, meg amit tudom. Hogy... Mi történt itt, asszony? Amikor történt ez a katasztrófa, Révengárd azonnal ide hívott mindenkit, ide lehoztak minket, ők meg elmentek a... Szóval először jöttek a démonok, és azt túléltük. Szedd össze a gondolataidat. Aztán jöttek az élőholtak, akik rengeteg testvérünket megölték, és Révengárd a katonáival elindult. Hol van most Révengárd? A temető... Városi temetőben. Élőholtak miatt oda ment a városi temetőbe? Hát egyrészt az élőholtak miatt, de hogy Torm sisakját keresik, mert azt gondolják, hogy az majd választ ad arra, hogy mi tévők legyünk a várossal. Apropó választ, nektek megvan, hogy amúgy van nálunk egy pasba zárt démon? Bizony. Vagy erről nem beszélünk? Amikor megérkeztetek, akkor megpróbált veletek egyezkedni, de lelőttétek a vérbe, azóta hallgat. Jó, majd erre visszatérünk. Szóval a temetőben van. Mit tudsz a tervekről? Milyen tervekről? Hogy mit akar Révengárd? Megtalálni a sisakot, és hát azt reméli, hogy majd Torm utasítását kéri azon keresztül.
van köztetek valaki, aki útba tud igazítani, hogy merre van a temető? Temetőbe így Krazz így állkarba tett kézzel, hogy itt szolgált, meg Reja is. Én tudom. Ezekkel. Mondjam. Faszfaj. Szerintem térjünk vissza a temetős dologhoz. Szóval ti, mint civilek, itt vagytok mind így elbújva. Igen. És az az egy kalapács van, amivel meg tudjátok védeni magatokat. Krasz, mi ez a kalapács? Lesz egy két szavam ehhez az idiótához, aki ezt kitalálta. De végül is most mindenkit kinyírtunk, nem? Egy ceremóniás tárgy. Akivel találkoztunk, azt nyírtuk ki, de kimegyünk az ajtón, és bejönnek mások az ajtón. Ez egy nagyon híres kalapács, ezzel lehet Gazrillát megidézni. Nem könnyű megszerezni, de ha megkongatod a gongot, akkor előjön és segít. Miért hangzik nekem ez bullshitnek? No. Ez már megint ilyen maszkban férgek bullshit. Nem? Nézzétek, ők bíznak ebbe. Nyugodtak. Úgyhogy nyugodtan itt hagyhatjuk őket. Ja, én nem akarok 100 embert elvinni. Tehát, hogy ennek még én sem akarok elég water termelni. Ez esetben haladjunk. És így Lulu így odarepül közétek, hogy oh, God. Biztos, hogy itt akarjuk hagyni őket így védtelenül? Tudsz beszélni? De hát itt van nekik a kalapácsuk. Van a kalapácsuk. De nincs kalapácsuk. Van kalapácsuk. Lulu így odarepül, így meglendíti az ormányát, és tuff, bereped a kalapács. Oké, van egy ajánlatom. Ez az utolsó. Van egy druidánk, akit itt hagyunk. Nem téged. Halló? Nem téged? Van másik druidánk is. Jajon. Hol? Hát végig hoztunk magunkkal egy druidát, csak nem csinál semmit. Nem, ő nem hallaná, hogy elnézést, nagyon szíve, én értem, de hogy nem vagyok az a... De hát itt maradsz, nagyszerű. Dobj egy persuasion check-et. Tehát nem maradsz itt, értem. Majdnem 20 lett, de csak 14. És na jó, Viktor, dobj a survivalből, nem? A plusz nullám, úgyhogy ez bizony. Egy erős 14 marad. Szóval itt tudok maradni, ezzel nincsen probléma, és... ha nagyon muszáj, tudok... Természeterős, meg tudok idézni ezt-azt, de hogy én egy ember vagyok. Egy halfling. Mi meg öt lennénk. Elefánt, ez jó? Így Lulu áll, hogy... Elefánt, ez jó? Ha nektek jó, és így ellebeg odébb. Tudod, na, én úgy érzem, hogy ezt rendeztük. Hallod, elefánt, ez jó? Úristen, így látom magam mellett, hogy a DM így próbálkozik, ahogy... hogy végre megváljunk az OP csapattag NPC-től, aki mindentől megment minket. Meg így tessék, ja, hát gyökér. Rejjának már sokkal erősebbek vagytok ebben a, ezen a ponton már crossbow-t fogdost, és ennyi. Jaj. Oké, ha valakinek van valami más teóriája, mit csináljunk 100 emberrel a pokolban, én nem, itt ott vagyok. Nem, itt hagyjuk bőven a druidát, majd felszívja magát, hogyha bármi rossz történik, az kész. Jó. Köszönöm, egyébként eszembe jutott, hogy Lulunak meg szeretnénk visszaszerezni az emlékeit. Igen. Lulu, hogy állunk ezzel a dologgal? Alakulnak az emlékek? Ahogy ezt így megemlíted neki, emlékszem, hogy jártunk itt, de semmi konkrét nem ugrott még be. Jó, fantasztikus. A progress is progress. Lulu, szeretnél még itt körbe menni ezen a helyen? Hát, ha valami beugrik?
nem hiszem, hogy másra fogok itt emlékezni. Oké. Okay. Kár. Engem az érdekelne, hogy nekünk ugye az lenne a feladatunk, hogy megvédjük az embereket. Pöri. Bobby nem. Bobby nem. Az lenne a feladatunk, hogy a várost újra régi dicsfénybe emeljük a föld fölé. Vagy legalábbis a pokolból fel, igen. Értem, erre kell koncentrálnunk. De a város az csak a kő nagyobb meg jó fa. A város az maga az emberek. A nagyobb jó. Nem hagyhatunk itt 100 ember. De Bobby, nem tudunk elvinni 100 embert úgy, hogy útközben nem hal meg több, mintha csak itt maradnának. Ha megmentjük a várost, azzal nem csak ezt a 100 embert mentjük meg, hanem emellett a 100 ember mellett még több 100 másikat is. Sőt, valószínűleg pretty specifikusan ezt a 100-at pont nem, de hogy... De ők... Én csak azt mondom, hogy Ravengard azért ment el, hogy megmentse ezeket az embereket. Oké, Bobby, van egy ötletem. Hallgass meg. Ha esetleg van neked is köteled, meg nekem is kötelem, magad. Akkor ő... Szóval, ha van nekem is kötelem, meg nekem is kötelem, elkérjük Pöritől az alkoholjait, és ha megnézed, akkor itt van pont 3 darab fákja, és azokra fel tudnánk építeni a csapdát. És mit csinálok? Mit csinál a csapda? A csapda jelzi nekik, ha jön az ellenfél, és az újra megvédi őket. Akkor meg tudják hinni gyorsan a viszkit, mielőtt meghalnak. Azt nem, mert azt beépítjük a csapdába, de hogy... Felakasztatott magad! Elefánt, ez így jó! Jaj! Jó, mindegy, vihetjük őket felőlem, persze. Nem visszük őket sehova, Bobby, menjünk. Nem visszük őket sehova. De visszatudnak, tehát, hogy azért annyit nem jöttünk, hogy ne tudnánk visszavezetni őket addig. Hova? Nem tudom. Innen, ha az ajtó felé visszük őket visszafele, egyre rosszabb lesz. Ennél csak veszélyesebb helyek vannak a pokolban. Jó, de visszajövünk értük? Persze, igen, őket is igen. Fel fogjuk hozni a felszínre, a városra együtt. Jó, mert én nem erre esküdtem fel. De jó, hogy én nem emlékszem, hogy mire esküdtem fel, mennyire egyszerűbb is. Mondta klerik. Fénypostát, és akkor majd felhozza őket. De hogy... A druidák itt tudnak egymás közt kommunikálni, nem? Mentál energiával. Mentál energiával. Mindketten, nem tudom, denevérré változtok. Mindketten és... felveszitek a fólia, alufólia csapkádomat, és az összegyűjt bennetek. Denevérré változtat... Ez nem egy klub. Denevérré változunk, te megeszel, és akkor a pokol már csak a második legrosszabb dolog lesz a földön. Szóval... Bobby, őket is megmentjük ezzel, hogyha tovább menjünk a küldetésünk. Én értem, csak nem biztosítottuk őket erről, hanem... Tudod, mi dobjál ide le nekik egy spiritba. Ne féljetek! Mindent visszarakunk, ahogy volt. Kivétel a társadalmi egyenlőségeket, egyenlőtlenségeket, azokat megpróbáljuk nem. Azokat megpróbáljuk meghagyni. Dobok egy karizma checket, mondta a ronda teknős. 11-es karizmával. Egyébként az átlagnál még így szem vagyok. Ez egy 20-as. Ahogy így megállt. Ez egy 9-es. Nem azt mondtad, hogy 11-es a modifiered?
Hogy nem, a karizmám 11-es, a modifier-e még... Fúrod! Akkor miért nulla? Ahogy végigmondod ezt a dolgot, így... Egy kisgyerek a háttérben, hogy... Yeah! Yeah! My man! My man! És a többiek azok így mozdulatlan. Jó, meggyőzi valaki más? Van közülünk valaki, Bobby, aki szónoknak készül? Bobby, nézd valami olyan varázslatot, amivel meg tudod erősíteni ezeket az embereket. Kasztold el, oszt menjünk. Tudsz-e valamit tenni annak érdekében, hogy a szívük minden bátorságát össze tudják szedni, és égjen bennük annyi tűz, hogy képesek legyenek megvédeni magukat, hogyha... Nincs ebben a házban egy fegyverraktár. Egy kicsit hátrébb megyek. Oda hívom magamhoz állót, így lehajolok, és csinálok egy ilyen kis karikát a kezemből, és így álló átugrik rajta. Ugyanez a kisgyerek, yeah! Neki nem kéne dobni ehhez valamit? Mit? Csak a teknéstől. Nem, mert ő van az állával, ő rendben van a farkasával annyira, hogy... Miért én a világgal nem vagyok rendben, vagy mi van? Na, az emberek szívét kellett meggyőzni, ő trükközött csak. Okay. Jó, Krasz, van fegyverraktár ebben az épületben? Nincs. Nem tudok róla, nincs. Nincs. A hulláknál láttunk fegyvereket? Én itt hagyok egy kardot. Nem. Adok nekik egy kardot. Egy kardot ott hagysz? Okay. Egy, a longswordot ott hagyom. Ez minden. Elhoztátok? Nem emlékszem erre pontosan, hogy elhoztátok a kardot, ami a... A csajnál volt? El. És ez kinél van? Vikinél. Egy longsword, igen. Azt ne hagyd itt! Miért? Hát mert az elloptuk, akkor már... Az valami szent dolog volt. Oké. Okay. Lerakod? Szent... Jaj, tényleg! Ó, oh, várj! Lerakod? Lerakod? Kérdezem. Hagyjunk nekik egy rózsát. Ez meg visszafele a sírjukra, nem, Viktor? Itt hagyom a kardot. Okay. Ott hagyod a kardot? Ott hagyom nekik. Azt, amitől azt de reméljük, hogy... Már? Nem. Ahogy leteszed szerintem a kardot... Szerintem most lett igazán stresszes. Ahogy leteszed a kardot, és a papnői leteszed ceremóniás kalapácsot, felemeli a longsword-ot. Kicsit nehéz először a kezében, húzza lefelé, egy olyan 60-70 éves embernőről beszélünk, aki elég vézna. Megpróbálja felemelni a kardot, és hogy emelé egyre vékonyabbnak tűnik a kezében, egy kicsit a testéhez idomul a kard, és hogy magához emeli, így felvilágít sárgán a kard. És így megnézi. Köszönjük. Most már késő visszakérni, ugye? Ja, mindegy, hagyjuk. Ez az ő kezébe illett. Hát te tiédbe szart sem csinált. Ő az utód. De 70 éves. Mit csinál vele, ha megtámad? Mindegy. Húzzunk innen, mert még pár percig itt vagyunk, viszem mind a százat. Visszük ahogy őket? Ja, szeretném, hogyha ez meg lenne, hogy 100 nagyon félő ember mellett egy jól megtermett, full mesztelen Filborg. Aki játszik az álló farkasával. Ugyan, mi lenne, ha megkérdeznénk őket? A népem! Jó-e nektek itt, vagy szeretnétek-e máshol lenni? Ezt csak nem kell dobni, ez egy kérdés. Egy kopasz idősebb férfi a szürke köpenyében feláll, hogy mit jelentene a máshol? A pokol bármely másik pontján is lehetsz. Látod, hogy gondolkozik egy percig, így végignézi a szobát. Ez azt ne számít, hogy nincsen köztünk katonák, ez biztonságosabb helynek tűnik, mint bármelyik másik pontja a városnak. Mostantól te vagy a felelős a csapat döntéseiért, mert sokkal jobbakat hozol, mint bárki ebben a helységben. Na, mehetünk. Azon, mennyire törnénk össze a játékot, hogyha most tovább mennénk 100 emberrel mögött.
száz. De tudod, így kitartanak egy botot, engem azt így mennél így az emberek előtt. Nem, hát odaadjuk mindegyik, végigmegyünk a dungeonon, összeszedjük az összes halottnak a fegyverét, felfegyverzünk mindenkit. De azt mondta, hogy nincsenek. Hát ez egy nincsenek. Nem, nincsenek fegyverek, mert ja. Többen észtetek, de hogyha... Tudod, mit tudunk csinálni? Azt tudjuk csinálni, hogy mindannyiunknál van kötél, akkor összekötjük a kötelet, és mindenkinek a kezére kötjük, és így nem veszítünk el senkit, hanem szép sorba húzzuk őket. És mi lenne, ha nem után. Kezére kötnénk, hanem csak megfogná? És valamelyikünk menne hát. Akkor még elvesz. De mi az Istenért csináljuk ezt? Van egy ötletem. Nézzétek! Lophatnánk szőnyegeket. Csavart fel a szörnyeket! Bent volt egy halomfüggöny amúgy. Ó, már ennyi az idő? Mi történt a papnővel, hogy a kezébe átalakult a kard? Semmi, a karddal mi történt? Ő akkor ezzel ő lett a megmentő, nem? Nem, a kard valószínűleg csak felvette azt a súlyt, hogy elbírja. Ha felvenné egy ork, akkor meg valószínűleg egy böszmel egy kard lenne. Én elvesztettem az érdeklődésemet, úgyhogy a mokusommal, a cicámmal és a farkasommal játszunk az egyik a oszlopnak dőlve. Oké, tudom, induljunk el kifelé, és az ajtóból nézzünk vissza, és hé, Bobby, gyere, gyere! Vagy ne nézzünk vissza, és hagyjunk neki két druidát. Ahogy elindultak kifelé... Miért nem a druidának adtuk a kardot? Teremből, és ebből a csarnokból. Vár rátok egy pár órás út a városon keresztül, amit majd legközelebb fogunk lejátszani. Hol van a temető a városban? A temető, az megmutatom pontosan, jelenleg ti itt vagytok. Azt tudom, hogy hol vagyok. Megvan, cool. Seems like a temető. It looks like a temető. Legközelebb oda tartunk, véget ér a kalandunk, és remélhetőleg két hét múlva folytatjuk. Remélhetőleg. Mindenkit emlékeztetnék. Most hát engem ott hagytak, ugye? Tehát, hogy én most nem mentem. Nem. De ezt eldöntheted. Ha szeretnél jönni velünk, akkor jöhetsz. Mi gyere, visszaszóltunk Bobby. Az ajtóból. Gyere. De elméletileg egy felnőtt, zöld, szőrös, nem túl okos élőlény vagy, szóval dönthetsz arra, hogy akarsz eljönni. 8-as az intelligence-em. Gyere, Bobby, gyere! Szükségem van rá, hogy valaki vigyázzon rám. Melletted mindig bátrabbnak érzem magam. Megyek. Szerepjáték. Mit akartál mondani, Viktor? Nem, semmit. Semmit. Mindegy. De valamire emlékeztetni akartál csak. Ja, igen. Arra szerettelek volna emlékeztetni, hogy ebből a kalandból nem fogtok sicsót csinálni. Jó, azt már feladtam. Nem sejtettem, hogy a tömegnyi hulla, meg a csontok, meg a lángoló város, az elég vicces ahhoz. Pedig. Ők nem, de mi igen. Majdnem meghaltam ebben a körben. Majdnem. Kedves teknősötök, majdnem meghalt. Azt én is. Folytathattam volna egy gyáva felszerző druidával. Igen, odaadtam volna már az NPC-t neked után. Úristen, de jó az lett volna. Az elefántot is. Az elefántot nem, az én reszortom, hogy azzal idegesítselek titeket a halálba. Én imádom. Ó, még... Nagyon cuki. Igen. Lehet, hogy egy köcsög. Az engem nem zavar. Majd állat. Kiderül, ahogy visszaszerzi nem. A... Lulu a legjóságosabb lélek a világon. És ez lehet, hogy gondokat fogozni. Nem. Szóval, mert én vagyok szorosan a második legjóságosabb lélek. Sure. Ti ketten jobban lesz. Hála az égnek, még mindig elegen vagyunk, hogy leszavazzunk titeket demokratikus módszerekkel.
Hát ez akkor jó van. Akkor... Mondta a klerik, amúgy. Igen, tehát hogy a klerik az furra elerpézi a klerikeket általánosságban. Igen, full klerik erpét láthattak egyébként. Teszem hozzá, hogy a light domain klerik mindenek felett. Igen, egy light domain klerik, igen. Jó, én a statok miatt vagyok light domain klerik, jó? Az istenekkel ezt majd leboxolom, ha meghaltam. Kit érdekel ez a torm, hát a faszom. Nem magyaráz állandóan. Ja. Ne, segít egy csomót kötni, szóval jók vagyunk. Ba, te csak köcsög gurusokkal podcasttel egyébként? Hát, ha téged még nem hívott, akkor igen. Na, én próbáltam mindig egész életemben, hogy jó helyekre írni. Nem sikerült, mindig teszem hozzá halkan. Viszont át fogunk menni Bait-hez, és Hunter, nagyon szépen köszönjük a mesét, és nyilván mindenkinek nagyon köszönjük, hogy kivette az életéből ezt a két órácskát, hogy folytassuk ezt a fasza kis történetet. Viknek nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, és E.T. az űrlénynek is nagyon szépen köszönöm a harmadik hónapot, és persze Flónak is, hogy Prüntjinek ajándékozott egy szabot. Nagyon-nagyon drágák vagytok, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. D&D-vel két hét múlva fogunk legközelebb találkozni. Egyébként pedig holnap reggel Bait-tel, a sráccal, akivelhez most megyünk, fogunk Old Man Angry at Video Games podcastet csinálni holnap reggel 9:30-tól. A délutánt pedig egy Friends quizzel fogjuk tölteni, úgyhogy ha otthon vagytok a jó barátokban, magyarul, úgyhogy még nekem is kihívás, akkor várlak titeket szeretettel, lehet nyerni mindenféle friendes lootot. Úgyhogy megy a raid. Csók millió. Sziasztok! Sziasztok! Micsoda érzékel tényleg akkor? Ugye? És szerintem ez még csak nem is nyáron volt, hát akkor a tavasz. Tehát, hogy ilyen jó idő volt, az egészen biztos. És közben bármikor egyébként őrületes raid csapat érkezett hozzánk 270 darab emberrel, ránk zaplánk. Bocsánat, egy másodperc, csak le kell lőnöm a streamet. Úgyhogy szeretettel köszöntöm.